Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket, köszönöm az érdeklődésüket. A tájékoztatásról szeretném elmondani, hogy a mai napon a Demokratikus Koalíció a régióban jelöltséget vállaló képviselő jelöltjeivel közösen tanácskozást folytat, és ezen a tanácskozáson részt vesznek nagyon fontos személyek is, így a budapesti polgármester jelöltjei. És éppen ezért ezt az alkalmat megragadjuk arra, hogy Budapesten őket az Önök számára bemutassam, bár azt hiszem, hogy személyükben közismert és népszerű emberekről van szó, akik ilyen vonatkozásban közvetlen bemutatást nem igényelnek, de Önök számára mindenképpen ezeket elmondom. Első kerületben Kapuk György barátunk lesz az, aki szerepet vállal a polgármester jelöltként, aki jogászdoktori diplomájával és felelősségével száll be, de egyébként szerkesztő riporterként, külpolitikai szakértői tapasztalatokkal is rendelkezik. Hetedik kerületben Farkas Ferenc a jelöltünk, az ő e pillanatban jelen nem tud lenni, ő előre tervezett szabadságán van, és így következő jelöltként 8. kerületben Simon György mutatom be az Önök számára. Simon György 48 éves nős, egy gyermek édesapja, geofizikus és egyébként marketing szakember, és ezzel foglalkozik. Ő a 8. kerületben lesz jelölt. Kőbányán 10. kerületben Élő Norbert, aki régóta politikus, korábban országgyűlési képviselő, aki 12 éve nős, feleségével, gyermekével, 12. kerületben lakom. 5 évig dolgozott egyetem elvégzése után a Magyar Nemzeti Banknál, és a pénzügyi vállalkozásnál meglévő tapasztalatait és a közigazgatási tapasztalatait is tudjai hasznosítani. A 12. kerületben Kerékmárci Szabolcs személye, a polgármester jelöltünk, aki Székesfehérváron született, alapvetően Budapesten, külkereskedelmi főiskolán tanult, és az Egyesült Állambeli Harvard Egyetemen szerzett mesterdiplomát. 1992-től a miniszterelnöki hivatal kabinet főnökének titkára, majd külügyminiszter főtanácsadója, később Los Angeles-i főkonzulként dolgozott. 15. kerületben Hajdú László, polgármester úrként is köszöntetnénk, aki korábban is volt és ismét jelöltként szerepel, a Demokratikus Koalíció jelöltje. Közgazdász, uralmazott polgármester és korábban országgyűlési képviselőként is tapasztalatokat szerzett. 16. kerületben Sebők László a polgármester jelöltünk, aki a kerületben dolgozó politikusként évek óta sokat tesz azért, hogy az emberek problémáit minél inkább kezelni. 17. kerületben Gyénémet Erzsébet, jó napot kívánok, aki fővárosi politikusként is már bizonyított, és egyébként pedig helyben 17. kerületben polgármester jelöltként indul, és a Demokratikus Koalíció jelöltjeként képviseli majd az emberek előtt a pártokat. 21. kerületben Horváth Gyula mögött Csepelt régóta ismerő politikus, aki alpolgármesterként is dolgozott már korábban, de egyébként az egykori csepelművek mellett munkástelepről indulva hozta útravalóját, és ma az emberek szolgálatára ismét jelentkezik. 22. kerületben Gréci Zsolt a jelöltünk, aki a Magyar Demokratikus Karta alapítója, jelenleg is ügyvivője, 2013. szeptember 1-e óta a Demokratikus Koalíció szóvivőjeként is dolgozik. 23. kerületben pedig Szekeres Ferenc polgármester jelöltünk, aki mindig is elbűvölt bennünket a körülbelül világ érzékelhető megközelítéséből, de itt most az a fontos, hogy Soroksáron jelöltünk, polgármester jelöltünk, és jelentkezik az emberek képviseletére. Hölgyeim és uraim, jelenlévő polgármester jelöltjeinket bemutattam az Önök számára. Köszönjük szépen az érdeklődésüket, és legközelebb is várjuk Önöket. Köszönjük szépen!